Ebben a videóban, ebben a részben áttekinteném az R dokumentációját, hozzáférhető anyagokat, a honlapot, illetve a telepítésnek a fontosabb lépéseit. Ja, a honlapon a www.rprojekt.org-on találjuk a R-hez kapcsolódó információk jelentős részét, illetve azokra úró pontot, és erről léphetünk a telepítési honlapra is. Kiválasztva a CRAND letöltés linket, ez a Comprehensive R Archive Network linket, egy listát látunk magunk előtt. Ezen a listán szerepelnek azok a tükörszerverek, ahonnan le lehet tölteni az anyagokat, ugye részt szerepel Magyarország. Rögtön a lista legelején egy ilyen automatikus átirányító link, ezt használjuk a legtöbbet. Ugye a rákattintva a CRAND oldal töltődik be, ahol a üdvözlő képernyő rögtön meglátjuk a download linkeket, mindenki a saját operációs rendszerének megfelelő linket tudja kiválasztani. Példaként válasszuk a Windows. Megjelenik egy újabb választási lehetőség. Ha csak az alaprendszert akarjuk telepíteni, célszerű a Base-t választani, és rögtön a legelső link a Download egy verziószám, operációs rendszer, egy 52 megabájtos telepítő csomagot tölt le ez a link, amely segítségével néhány kattintással telepíteni tudjuk a rendszert. Ha gondunk támad, alaptelepítéssel nem szokott, gyakran feltett kérdések között érdemes olvasni. Ugye ez a telepítő csomag egyaránt alkalmas 32 és 64 bites verzió telepítésére is. A telepítés után egy egyszerű felületet kapunk. Ugye ez az R-nek a grafikus felhasználói felülete, a Graphical User Interface. Ez minden platformnak a saját ablakkezelőinek a jellegzetességeit viseli magán. Itt a Linux-ra készült ugye képernyő képet láthatjuk. Ugye itt a Windows-os változatnak a képe látható. A Windows-on lehet választani egy nagy befoglaló ablakból sok kis fiók, a gyermek ablak, ott tudok kezelni, vagy önálló ablakokként jelenik meg SDI, MDI változat lehet. Jó, én így a Mac OS X-es felület látható. Ez az LGUI, ez egy egyszerű felületet ad a számunkra, egy konzol ablak, illetve hozzátartozó grafikus ablak. Aki szeretné egy kicsit hatékonyabban használni a programot, célszerű valami integrált, grafikus szövegkiemelést alkalmazó rendszert választania. Ugye milyen követelményeket célszerű állítani az általunk tervezni
használni tervezett rendszerrel szemben. Az első a szintaxis kiemelés, egy fontos kritérium, hogy tudjon használni egy külön ilyen kód futtató ablakot, tehát integrálja a konzol ablakot magába, alkalmazzon, használni kellene integrált helpet a rendszernek, tehát a R-helpet valamilyen módon kezelnie kell, vagy legalábbis elindítani a HTML-es helpet. Támogatnia kell a script szerkesztést, tehát ugye azokat a parancsokat, összefoglaló kis fájlokat kezelni kell tudni. Célszerű, ha ezekben is képes a szintaxis kiemelést végrehajtani, tehát a különböző elutasításokat, azoknak az argumentumait más színnel megjeleníteni. Támogatni kell a hibakeresést, ha lehetséges, a függvényekben, hogy az alaprendszerhez valami kis segítséget, ha tud adni. És a mai világban már követelményként lehet állítani, hogy több platformon, Linuxon, Windowson, Mac OS X-en is egyaránt futásképes legyen a választott rendszer. Az egyik ilyen első lehetőség, amit használni javaslok, bár ennek a tanulási ideje meglehetősen hosszadalmas, egy általános ilyen keretrendszer az a GNU Emacs, és egy ahhoz írt ilyen ESS grafikus, tehát ez egy karakter alapú R keretrendszer. Itt egy alkalmazáson belül megszokott Emacs parancsokkal tudjuk kezelni a rendszert, hogy itt az Emacs-nek a logója, pontosabban Emacs Speaks Statistics, az ESS-nek a logója. A rendszer gyakorlatilag az összes kritériumnak megfelel, egy régóta fejlesztett, stabil ez a Emacs-be, ebbe a általános szerkesztőbe beépülő rendszer. Bár egy kicsit más szemléletű, de itt megemlítem a Air Commander csomagot. Ez egy R-en belül működő TCL/TKEY nyelven megírt grafikus felület gyakorlatilag, ahol korábban elmondottakhoz hasonlóan néhány egyszerű művelet került integrálásra, hogy ez egy dinamikusan bővíthető rendszer. Tehát ez igyekszik kiegészíteni az R-nek a bemutatandó képességeit, tehát ezt a egyszerű interaktív használatot egy grafikus felületen történő használattal. Ez a alaptelepítésre egy csomagként könnyen integrálható. Ugye Mac OS X alá TextMate ilyen általános szövegszerkesztőz lehet R kiegészítést letölteni, ami képes szintaxis kiemelni, illetve kis konfigurálással lehet belőle futtatni a skripteket. Windows alá írták a TinR
környezetet, és egy kényelmes futtató környezet. Sajnos csak Windows alá pótolták. Szintaxis képes kiemelni, a skripteket kezelni, illetve az R konzolt egy lépésben. Sajnos ez igazán van nem egy gondozott csomag. Létezik egy ilyen üzleti alkalmazás, ez az Air Evolution. Ez egy optimalizált Air-t jelent, szintén egy ilyen kezelő környezettel, ilyen több processzoros környezetben az Intel processzoroknak ilyen futtatási kiegészítőjét építették bele. Ugye nagy adattömegek kezelését kéri, könnyen, hatékonyan gyorsító funkciókat tartalmazó R változat. Következő lehetőség a ilyen általános szerkesztő környezetbe egy beépülő R csomag, az Eclipse R plugin, Start-ET-nek hívott rendszer. Ez is képes szintaxis kiemelni egy beépített hibakeresőt tartalmaz, és természetesen az R konzol szolgáltatásaival össze tudjuk kapcsolni a rendszert. És utoljára egy viszonylag friss fejlesztést mutatok be. Ez az R Studio, ez is egy integrált rendszer, az R konzolt, futtatási környezetet és néhány felhasználás segítő gyorsító lehetőséget tartalmaz. Tegessége, hogy a grafikus rendszert is egy teljesen integrálták a keretrendszerbe. Ez nem egy túl régi fejlesztés, de nagy reményekkel bír, és a tanfolyam tartása során ezt ennek a használatát javasoltam. Az RStudio a www.rstudio.com oldalról tölthető le. Rögtön a nyitó oldalon megtalálhatjuk az ide az integrált fejlesztő eszköz letöltési menüjét, a download no-ra kattintva lehet választani desktop és szerver alkalmazás között, célszerű a desktop alkalmazást választani, ahol hát egy ilyen viszonylag régi, az a minimális követelmény a R verzióból, ami szükséges, tehát nyilván célszerű azt is újra letölteni. Tehát itt operációs rendszerhez ugye választhatjuk a telepítendő RStudio választást, ugye Linuxot használok, ez jelenik meg először, de egyébként kiválasztja a megfelelő operációs rendszert, az a link jelenik meg elsőként. Ugye közé teszik a forráskódját, és hogyha valaki szeretné, ugye a megfelelő linkre kattintva letöltődik a bináris fájl, és ezt hasonlóképpen néhány kattintással telepíteni tudjuk a számítógépünkre. Az RStudio föltelepítése után ez a kép fogad bennünket. Egy szokásos menü sor, egy fájl kezelő műveletek, help és edit menü
kódszerkesztés, különböző nézetablakok találhatók a menüben. Első lépésként új projektet kell létrehozni ahhoz, hogy használatba tudjuk venni az RStudio-t. Ez a Create Project, tehát a Project menü. Create Project segítségével tudom megtenni. Ki kell választani a könyvtárat, ahol létre szeretném hozni ezt az új projektet, és adni kell egy nevet. Én adom a teszt egy nevet a projektemnek. A Create Project gombra kattintva üres projektet hoz létre. Baloldali mezőbe találjuk a konzolablakot, jobb oldalon a munkakönyvtár adatait, historit, ezeket későbbi részbe fogjuk megtekinteni. A jobb oldali alsó mezőben található a Help menü. Ugye, hogyha nem a kezdő oldal épületben, itt a házikó ablakkal tudjuk behívni a Help ablakot, és ezt ki is lehet nagyítani erre az ikonra kattintva. Ja, bal oldalon a szokásos beköszönő menü található. Ugyanezt a HTML alapú help rendszert érjük el más alkalmazásból is, más R környezetből is. Az R konzolablak elindítása után az RStudio-ban is láttuk egy hasonló kép fogad bennünket más alkalmazásban is. Ugye az R verzió száma a platform, amin fut egy rövid üdvözlő üzenet, ami felhívja a figyelmet arra, hogy ezt a szabad licenszet, az a GNU, GPL-t, amiben terjesztik a szoftvert, megtekinthetjük, illetve a szerzőkre való hivatkozást megadó bekezdés után néhány hasznos információt látunk. Ugye láttuk az RStudio-n belül a Help az ilyen integrált formában jelent meg, itt egy külön függvénnyel tudjuk indítani a helpet, ez a help.start függvény. Arra kell vigyázni, hogy az R-en belül minden egy objektum, a help start, a help rendszert indító függvény is egy objektum. Ha annak csak a nevét írjuk be, az objektum tartalma íródik ki. Ahhoz, hogy a függvény működésbe lépjen, legalább egy nyitó és egy zárójelet be kell írni utána. Erre, és ebbe a zárójeletbe tudjuk majd az argumentumokat is beírni. Ha én itt egy Enter-t ütök, ezután, ugye szép hosszú kódlista íródik ki, ami a help indításának a lépéseit mutatja a számomra. Ha csak egy nyitó zárójelet írok egy ilyen rendszeren belül,
Sentertütök. Megváltozik a prompt egy plusz jelre, és addig plusz jelet kapok, míg a záró zárójelet be nem ütöm, és ekkor elindul a help rendszer. Végrehajtódik a parancs. Az R help rendszerében a minden platformon így néz ki. Első cím alatt, a kézi könyvek alatt megtaláljuk mindig a néhány kézikönyvet, ebből számunkra legérdekesebb talán az első, az An Introduction to R. Ez egy ilyen HTML formájú, vagy PDF dokumentumként elérhető kis bevezető, ami a legfontosabb tudnivalókat foglalja össze. Nagy előnye ennek a kézikönyvnek, hogy mindig az adott kiadáshoz frissített kézikönyvet tartalmazza a gépünk. Ezen kívül van néhány hasznos kézikönyv, még ugye a R adat import-export, ebből lehet jó tippeket találni, illetve hát telepítéshez találunk néhány hasznos tanácsot ebbe a Installation and Administration Guide, vagy kézikönyvből. Érdemes még megnézni a Frequently Asked Question részt. Ugye itt a platformhoz egy általánosan föltett kérdéseknek, gyakran föltett kérdéseknek a gyűjteményét látjuk, vagy találjuk meg. Ezen kívül van néhány érdekes link még. Ja, Other Resources utalásokat tartalmaz a honlaphoz, itt a hibakereső rendszerre linket, levelező listára, ahol is kérdezhetünk érdekes információkat kapunk meg. A User Manuals link alatt találjuk meg a bemutatott kézikönyvek mellett még néhány ilyen PDF manuálét. Az említetteken kívül nagyon hasznos a help kereső motorja. A kereső motor alatt néhány gyakori ilyen kereső kérdést találunk meg kifejtve, illetve a gépre telepített csomagoknak a gyűjteményét látjuk, vagy találjuk meg. A csomagokból alaptelepítés esetén is kapunk jó néhány csomagot, például a graphics csomag, a statistics stats csomag föltelepül alapértelmezetten a gépre.
Tehát minden csomaghoz rendelhető egy kézikönyvoldal. Most példaként keressük meg az LS csomagnak a kézikönyvét, a keresőmotor segítségével meg tudjuk ezt tenni, beírva az LS parancsot, ugye a listában, ugye base 2.2, és mert ez a base, tehát az alapcsomagban ez a listázó parancs, ami kilistázza az aktuális munkakörnyezetben lévő objektumunkat. De így néz ki egy kézikönyv oldal. Ugye ezen a kézikönyv oldalon, ami egy ilyen szabványos minden parancshoz, minden függvényhez hasonló kézikönyv oldal áll rendelkezésünkre, a címen, egy rövid leíráson a paramétereket felsorakoztató usage és leíró argumentumokat leíró rész után details alatt részleteket találunk, hivatkozást az irodalomra, és egy hasznos dolog, hasonló működésű parancsok, és végül példák, amik futtathatók is jelennek meg a kézikönyv végén. Internetről, ahonnan letöltjük a programot, tehát a CRAN-ról, még további segítségeket kaphatunk. Ezek közül egyik legfontosabb a Task View menü vagy lehetőség, ahol egy-egy specifikus témához tartozó összefoglalást is tudunk használni, például a grafikus lehetőségeknek láthatjuk egy ilyen összefoglalását, ahol különböző csomagokra hivatkoznak, és adnak egy jól összefogott lehetőséget, ugyanúgy a Bayes-féle statisztika, genetika, térbeli elemzések, idősorok, tehát több és egyre jobban növekvő tématerületről kapunk segítséget egy-egy külön témának a megoldásához. Ezek kifejezetten ilyen programok, csomagok összefoglalóját tartalmaz, itt is egy hasonló keresést láthatunk. Ugye az említett R Journal-nak a honlapja, ugye itt a aktuális szám, illetve korábbi számok, illetve a ezt megelőző R News-ra történő hivatkozást, ami ennek a lapnak az elődje volt. Sok, szintén sok ilyen specifikus cikk található benne. Ugye maga a csomaglista, ugye 4515 csomag található, ugye ezek többféle sorrendbe, név szerinti sorba rendezve találhatók, ugye ezeknek a rövid összefoglalói alapján is bukkanhatunk érdekes dologra, ami esetleg a TaskView-ba ugye nem szerepelnek benne. Van még ilyen egyéb források, amelyek a CRAN-on találhatók, nem kifejezetten
a csomagokhoz ilyen programozási segédlet is található itt. Ugye a kézikönyvek és a gyakran feltett kérdések azok telepítéssel együtt jönnek is, ami nem jön, ez a Contributed Documentation. Tehát itt angol nyelven nagyon sok dokumentáció található, ugye csoportosítva, hogy 100 oldalnál hosszabb, rövidebb és igen, rövid referencia kártyák találhatók itt. Ami még fontos lehet számunkra, hogy egy hát nem túl friss, de magyar nyelvű technikai összefoglalás is fönn van a CERN oldalon. Az R homepage-en szeretnék még egy lehetőséget kiemelni, ez pedig a Books. Rövid recenzióval ellátva a könyvek, amelyek egy-egy témához, vagy általában az R-hez kötődnek, ugye elég szép számban, vagy szép számot gyűjtöttek itt össze. Tehát több mint tudom, itt a végére ugrani. Tehát több mint 100, éppen 122 könyv az, ami többé-kevésbé kapcsolódik az R-hez, található itt. Erdészettől a